Vállald az arcod, de ezt az arcot, de ezt az arcot. A fejem őrületben a zúg, attól még nem leszek hazug. A fejem őrülten a zúg, inkább nem mondok el mindent. Attól még nem leszek hazug. De fontos a szerepvállalás, hogy vállald a birka szerepét. Tehát mindenki tűr. Tűri, hogy a táskája nem csoszik ott tűr. Vagy úgy tesz, mintha tűrné, de kasztrálja, hogy nem éjfeket Audi az asztrálja. Na fasztrálja! Tehát mindenki tűr. Tűr. Tűrhő! De ciki manapság bunkónak lenni, így az ember más identitását rabolja. Megmondta már Nicolas Cage meg Travolta, kell egy állarc. Tudod, szingli ellen vagyok, modern, független, csajozós, kiköpött James Bond. Mert amit komolyan gondoltam, elhasznált és eldobott, mint egy csikket. Kiköpött két Bond. Na nézzük, akkor mi hatma? Lehetnék Jézus, vagy Mahatma? Fele magától nőjét ne kívánt! Legyél rockstar, és megkaphatod ingyen! Vagy lehetnék latino, a helyi macsó, Zorro! Hát döntsük el ma, kit legyünk! Kő, papír, YOLO! Tudod, azt mondják, jó a szívem! Mert működik minden véleményem. De néha magammal sem vagyok közös véleményen. Mert az életünk picsa. Hétköznapi. Csalódás. Ezért kell egy mosoly, ami mögé bújhat. Szia! Ne haragudj, de van valami a két szép szemedben, ami a rügyező tavaszi reggelekre alliterál, és enyhíti a szerelemészségem. Szopj le szépségem! Az arcod is olyan puha és bársony sima. Szeretnék tőle gyermeket. Pina, pina, pina! Szomszéd, új a kocsi? Nagyon szép. Örökségből, hogy szakadj szét. Persze, főnök, persze, értettem. Persze, igaza van, természetesen igaza van. Ha nincs remény, majd segít a hit. Ó, Istenem! Hello, haver! Micsoda izmom, tiszta svárci! Remélem a hitelet svájc és minden ízületed laza. Buli van, ma én fizetek mindent! Szóval józanul mentek haza. Igaz, hogy influenza járvány van, de no para. No para. No para. Cetamol. No para. No para. No para. Cetamol. No para. Cetamol. No para. Cetamol. No para. Cetamol. Én hiszek mindenkinek. Tudom, hogy itt senki nem... Vetít. Senki nem... Hazug. Senki nem... Csaló! Na mi van? Úgy látom, a mocsolyod kicsit fanyar. Azt hiszed, hogy én vagyok a jó zsarú. Pedig nem. Én a rossz vagyok. Én meg a magyar. Tehát mindenki tűr. Az arc gyűrt, a szem ráncos. Így lesz a férfi Berki Krisztián és a nő legény búcsús torta. Kívül más belül striptiz táncos. És így válik a közhi tévé, amit lead a közhír tévé. Hát közi, de köz nem. Közi, de köz nem. A szabad szólásban is megrendült a hitem. A politikát fészem, már meg se említem. Ha dühös vagy, miért változol hihetetlen halká? Az egész rendszer lefagyott 30 éve bútor, olyan, mint a lomizáskor ott felejtett bútor. Jobb ágyrugó, bal faszék, jobb ágyrugó és bal faszék, mert az életünk mára, mint a tordai hasadék, emelkedett, majd idővel szétszakadt. Aki nem hajlandó mászni, a gödörben ragadt. Erre már nincsen úgy szólván szó. Így lett a felszínen ennyi kusztommászó. Hát éljen Orr király! Eddig csak bán volt, de királlyá koronázta magát. Kár volt! Hogy ragasztom meg azt, ami már törött rég? Az egyik szemem sír, lovaggá ütötték! De ez egy ilyen arc. Ez egy ilyen ország. Ez egy ilyen arc. Ez egy ilyen ország.